Kiváló harcos volt, lovasi íjász és gyalogos íjásznak is megfelelt. Norman típusú sisakot visel, kérem szépen. A sodronyinget, a bivajbőrből cserzett pikkelypáncélt átütötte ez a fegyver. Egyszerűen fog egy fegyvert is lelövi a nemes lovagot, aki erre a pályára 20 éven keresztül készült. Sajnos Frézinél és Potyérnél, ahol szintén részt vettek a csatába, az esők miatt elgyengültek az ívek, és így nem tudtak olyan tökéletesen harcolni. Magasságban dicséri az ívet, ha túl éri? Nagyon pompás.